Július közepén adták át az M86-os gyorsforgalmi út 9,2 kilométeres Szombathely és Vád közötti szakaszát. A csónakázótó és környékének átépítése pedig a napokban kezdődött el. Mintegy 725 millió forintból újul meg a város zöldövezete. Ezek a beruházások Európai Uniós források támogatásával valósulhatnak meg. Puskás Tivadar polgármester a városfejlesztési napon arról beszélt, hogy a Vasi megyeszékhely jól használta fel a támogatási pénzeket. Az első 6 évben úgy néz ki, hogy olyan 30 milliárd forintnyi az összeg, ebben a 2010 és 2014 közötti időszakban nem egészen 40 milliárd. A tanácskozáson elhangzott, az önkormányzat kiemelt feladatként kezeli a városfejlesztést, ezért külön osztályt hoztak létre ezeknek a feladatoknak az ellátására. Az egyik a településfejlesztési intézmény rendszerének a kialakítása, illetve átalakítása. A második a stratégia alkotás, ami több dokumentum létrehozását is tartalmazza. A harmadik fontos feladat pedig nyilván ezek mellett a már meglévő futó, illetve új projekteknek a menedzselése volt. Folyamatos a munka az új Európai Uniós ciklus előkészítésén is. Várhatóan ez lesz az utolsó ciklus, amikor visszanemtérítendő támogatásokat lehet nyerni, ezért is kiemelt jelentőségű, hogy mire használja fel a város a forrásokat. A megvalósítandó célokat az úgynevezett integrált települési programba foglalták össze. Viszonylag rugalmasak a lehetőségek, de azért azt mindenképpen alá kell húzni, hogy a gazdaságfejlesztés az a fő hívó szó, a gyakorlatilag a kulcs téma, amely mentén meg kell fogalmazni a helyi fejlesztési igényeket. Ezen kívül városrehabilitációra, széndioxid kibocsátás csökkentő fejlesztésekre és társadalmi integrációra költene nagyobb összegeket a város. A kormány döntése nyomán mintegy 13,6 milliárd forint uniós támogatás érkezhet Szombathelyre.